Bai Balázs augusztus 7-én gyakorlatilag történelmet írt, hiszen a világbajnokságon Londonban bronzérmet szerzett, amit most el is hozott nekünk. Gratulálunk mindenek előtt, köszönöm, és köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm. És láthatjuk is egyébként az érmet, hiszen itt van az asztalon, hozzá nem merek érni. Nyugodtan. Mi rajta az embléma? Elég komplex embléma van rajta. Gyakorlatilag az egész atlétikai eszköztár rajta van, meg egy kis Londonnak a nevezetessége, úgyhogy nagyon komplex és nagyon szép érmet hoztak össze Londonban. Békés Csabai vagy most már, Békés Csabán minden gyerek akkor most innentől kezdve gátfutó akar lenni, gondolom, nem? Tehát, hogy... hát nem tudom, sajnos nem jártam a Békés Csabán azóta. Aztán apukád mondta, hogy valahol olvastam, hogy apukád mondta, hogy azóta mindenki ezzel találja meg, hogy akkor gátfutó lesz a gyerek. Igen, valószínűleg van egy ilyen nagy sikernek ilyen vonzata, hogy akkor rögtön mindenkinek izgalmassá válik a gátfutás, de hát ez tök jó, nagyon örülök neki, remélem, hogy nagyon sok gyerek le fog menni atletizálni, és hogy bővülni fog az atlétika családja. Viszont ez azért kellett testalkattal rendelkezni, tehát ez csak úgy magától nem így van. Hát eleve azért sporthoz kell egyfajta adottság, gátfutáshoz is nyilván nem árt, hogyha valaki magas, ilyesztem, hosszú lábakkal rendelkezik. Azért vannak tehát a gátmagasság azért az adott, úgyhogy ahhoz alkalmazkodni kell, de egyébként láttam én már alacsony gátfutót, úgyhogy nem kizáró tény, hogyha valaki alacsony, csak egy kicsit nehezebb. Viszont az ízületeidet azt jócskán kímélned kell, gondolom, vagyis hogy oda kell figyelned, hiszen azért igénybe veszed. Természetesen. Hát minden ilyen sport azért egy kicsit igénybe veszi a testet, de hát erre odafigyelünk, hogy ne legyen probléma. Egyébként nagyon-nagyon szerencsés alkat vagyok, elkerülnek a sérülések, úgyhogy remélem, ez így is marad sokáig. Hogy éled meg most a napokat? Most már így azért leülepedett benned, és akkor most már így megbarátkoztál azzal, hogy te tulajdonképpen. Ez az első atlétikai érem világbajnokságon, ugye? Így van. Tehát, hogy hát még magyar atlétikai érem nem született világbajnokságon. Futószámban még nem, futószámban. Így van. Ez az a tény, amit még azért ízlegetni kell, meg még ezt próbálom tényleg felfogni. Az, hogy világbajnoki bronzérmes vagyok, így az éremmel együtt már egy kicsit könnyű felfogni és elhinni. De tényleg az, hogy ez gyakorlatilag az első a magyar atlétika történelmében, ez még azért ezt ízlegetni kell. Ugye beszéltük itt az előbb, hogy a Berki Krisztián ki akart téged hívni, majd ilyen valamilyen gátfutás, nem tudom milyen hosszú száma, melyiken akarja megpróbálni, de hogy azért a gátfutás nem egy olyan sport, ahova tömegek jelentkeznének, mert hogy az annyira népszerű, hogy neked ez hogy alakult, rögtön a gátfutást választottad, vagy először kipróbáltál egy csomó atlétikai számot, és akkor azt mondtad, hogy nekem ez a legszimpibb. Természetesen először sok mindent kipróbáltam, futottam, ugrottam, még a dobásokban is kipróbáltam magam, bár az hamar kiderült, hogy nem az én pályám. Nyilván egy hosszú folyamat, először utánpótlás, illetve fiatalkorban alacsonyabb gátak vannak, 91-ről kezdődik, és egészen megy fel 106-ig, tehát minden korosztálynak megvan a maga gátmagassága, amit nyilván el lehet akkor folyamatában sajátítani a mozdulatokat. Tehát nyilván nem a 106-ossal kezdik az emberek, és valóban nem egy tömegsport, amit csak úgy délutánonként művel az ember, mert azért... Nem egy gátfutok egy kicsit. Igen, tehát nem egy átlagos fizikum kell ahhoz, hogy ezt tényleg sprint közben meg lehessen csinálni. Tehát tényleg, hogyha Krisztián ezt komolyan gondolja, akkor én vállalom a felkészítését, és megpróbálom megtanítani neki. Alacsonyabb gáton, de én kiállok ellen, az biztos. Egyébként folyamatosan javítottad az időidet, a saját időidet is, tehát hogy mindig jobbat és jobbat és jobbat futottál. Ezt érezted, hogy most, tehát ha valamikor, akkor most ennek sikerülni? Így van, ez az idei szezonom nagyon jól sikerült. Már rögtön az első versenyemmel országos csúcsot döntöttem, és hál' Istennek ez nem egy egyszerű alkalom volt, hanem folyamatosan tudtam tartani, illetve javítani azt a színvonalat. Úgyhogy abszolút nagy álmokkal érkeztem a világbajnokságra. Először nyilván azzal, hogy bekerüljek a döntőbe, hiszen az is már egy álmom volt, és az is egy óriási célom. És az, hogy ez sikerült, már tényleg tudtam kicsit felszabadultabban odaállni a döntőhöz. Akkor se feltétlenül az érem volt a cél, úgy kimondottan a cél, de úgy voltam vele, hogyha végig tudom csinálni azt, amit elterveztem, és ami bennem van, akkor benne van a pakliban, és szerencsére sikerült is. Mondj egy-két olyan gratulációt olyan emberektől, akikre így irigykedhetünk, hogy úristen, neked már ez is meg, hogy gratulált ilyen és ilyen valaki, mert egy rengeteg gratulációt érkezett. Nagyon sok gratulációt fogadtam. Így van, Hosszú Katinka gratulált a közösségi oldalán, ami különösen jól esett. Berki Krisztián olimpiai bajnok, Gyurta Dániel, úgyhogy tényleg olyan sportolóktól kaptam, és nyilván atlétika körökben is nagyon-nagyon sok kiváló sportolótól kaptam gratulációt, ami nagyon jól esik, hiszen hát ők fantasztikus sportemberek, én is felnézek rájuk. Szerencsére élőben tudtam nézni a Katinkának is ugye a világbajnoki úszásait itt a Duna Arénában, illetve kint Rióban. Tehát olyan sportolók ismerték el a sikeremet, akik hát nyilván én is nagyon tisztelem őket, és nagyra tartom a munkájukat, illetve az eredményeiket, úgyhogy ez különösen jól esett nekem.
Igen, meg olyan jó, hogy ilyenkor úgy összetart mindenki, nem? Tehát, hogy persze, tényleg figyeled a másikat is, és szurkolsz érte. És... Kit hívtál főleg először? Szüleimmel beszéltem, édesapámmal és édesanyámmal. Írta gondolom a telefonban, mert hát nyilván látták, tudták, hogy mi van. Igen, hát a döntő után már annyira nem voltak elérzékenyülve, az elődöntő, érdekes, hogy az elődöntő után hívtam föl rögtön édesapámat, akkor volt a születésnapja, és gyorsan fel. Ezt tudtam neked intézni születésnapodra. Úgyhogy akkor tényleg el volt érzékenyülve, és nagyon meg volt hatódva. A döntő után nem hallottam a hangján, de nyilván biztos vagyok benne, hogy elérzékenyültek, és nagyon örültek ennek a sikernek. Mentálisan egyébként mi az, ami segít egy rajt előtt? Tehát mi az, amire gondolsz, ami erőt ad, hogy most tényleg a legjobb formádat tud nyújtani? Rögtön a rajt előtt már próbálok nem nagyon gondolkozni, tényleg csak és kizárólag a technikára figyelni, azokra a dolgokra, amire különösen oda akarok figyelni, és akkor már nyugtatom magam, akkor már nem igazán kell spanolni, illetve felizgatni magam, hiszen akkor már tényleg le kell nyugodni, és tényleg arra kell figyelni, nyilván a rajt pillanata, a kiugrás az rögtön a verseny végét jelenteni, úgyhogy akkor különösen fontos a higgadtság és a technikára, hogy gyakorlatilag azt csináljam, amit hosszú-hosszú edzéseken keresztül gyakoroltam, és bízok abban a munkában, ami bennem van, amiért küzdöttem, és ami tényleg elég lehet bármire. Tehát gyakorlatilag hinni magamban és végig megcsinálni. Hogy így beszél, akkor így az van benne, hogy az ország, ez olyan szimpatikus ez a gyerek, ez a Balázs, nem? Mindenki biztos, hogy a szüleim is ezt mondják, hogy részik ott, ez olyan szimpatikus. És biztos, hogy nagyon sok gazd is ezt mondja, hiszen állatorvosként... Tényleg, gratulálunk ehhez is. Doktor úr. Nem is jól mutattuk be. Doktor. Igen, állatorvos vagyok már február óta hivatalosan is. Még ugyan nem nincs doktor a nevemben, nem vettem föl, de hát használhatom a címet szerencsére. Valóban dolgozok egyébként állatorvosként az Általános Tudományi Egyetemen, a Kisállatklinikán sebészeti tanszéken. De hát nyilvánvalóan így a versenyek mellett olyan sokat nem fordulok meg a klinikán, de ahogy vége a szezonnak, gyakorlatilag a következő napon érkezek a klinikára, és folytatom majd a munkát ott. Ezt abszolút rugalmasan kezeli bent mindenki, tehát nyilvánvalóan tudják, hogy igen, neked igen, azért igen. Mi a... A doktor úr éppen gátat fut, nem ér rá, de hogyha holnap behozza, akkor... Hát én még egyelőre nagyon betanuló fázisban vagyok, tehát én még önálló munkára nem nagyon vagyok képes, nem is nagyon akarok egyelőre ilyen felelősséget vállalni. Nagyon sokat kell még ott fejlődjek, hogy olyan szintre jussak, mint mondjuk a gátfutásban, az általosi hivatásban, hiszen tényleg ott azért fontos, hogy az állatok a legjobb ellátásban részesüljenek. Úgyhogy egyelőre segítem az ottani munkát, tényleg próbálok minél többet tanulni, és hogyha ott vagyok, akkor segítem a munkájukat, de hogyha nem, akkor se hiányzom, tehát megvan a létszám, és nagyon kiváló szakemberek, kiváló állatorvosok látják el a beteg állatokat, a beteg kutyusokat, kis cicákat, úgyhogy nagyon jó kezekben vannak, és hát bízom benne, hogy előbb-utóbb én is közé fog tartozni a szaktudásommal. És ráadásul pont a sebészet, ami aztán... És hát gondolom, hogy ez a jövőd. Most mennyi vagy? 28? 28. Mennyit adsz magadnak? Mennyi van egyáltalán mondjuk a gátfutásban? Tehát hogy látod például a versenytársaidon, meg magadon, hogy érzed, hogy mennyit lehet ebben még így? Ez nagyon relatív, hiszen ez függ attól, hogy ki mennyit tudja megőrizni az egészségét, az eredményességen is múlik nyilvánvalóan, és a motiváltságon, hogy ki mennyire. Mert azért az sportoló életmód szép, és nagyon élvezem, és nagyon jó, de azért sokszor nehéz, tehát sokszor lemondásokkal jár, nem nagyon lehet elmenni, amikor szabadságra, amikor csak gondolja az ember. Tehát ez egy megfeszített életmód, ami hosszú távon azért megterhelő, és nyilván nem könnyű. Én úgy gondolom, hogy a következő olimpiáig 2020-ig biztosan, hogy az élsporttal fogok elsősorban foglalkozni, és... az se kizárt, hogy utána. Tehát én még azért szeretnék jó évet lehúzni az atletikai pályán, de gyakorlatilag Tokió után fogok elgondolkozni ezen, illetve hát a Magyar Atletikai Szövetség gondolkozik azon, hogy világbajnokságot rendez idehaza. Bizony. 2023-ra tervezik, hogyha az esetleg valóra válik, akkor az nyilván egy óriási motivációt fog adni, hogy addig még pályán magyarodik, de hogyha 23-ig atletizálok és élsportoló leszek, akkor talán még egy negyedik olimpiát is megpróbálok, de ez nagyon a jövő zenéje, ezen egyáltalán nem is gondolkozok, de... Jó, írtuk, majd számon kérjük rajtad. Hát a karrier témát azt most ugye átbeszéltük, és mi a helyzet a magánélettel? Minden rendben? Rendben, igen. Akkor jól van. Akkor így teljes az egész. Ez szűkszavú volt, szűkszavú. Most ne kérdezzük. De nem, egy férfit nem szabad erről. Most egyelőre sportolóként. Sokáig faggatni.
Köszönjük szépen. Nagyon-nagyon köszönjük, hát gratulálunk. Gratulálunk neked. Köszönjük, hogy elhoztad az érmedet is. Köszönöm szépen.